Na, üdv mindenkinek, és szevasztok srácok, ismét visszatérünk egy olyan flash-ajánlós videóval. Már látszik, hogy megváltozott a háttere, mert 2.0 verziójú lett. Ami ez már a játék már tényleg egy nagy isten lett. Mert ott egy quest, és szuper magic ezt. De persze, nyilván a questekről kell betölteni, mert minden. Hát majd összegyűjtöm én, és akkor majd videóba kinyitom. Igaz, volt nekem itt még egy Magicálom, abban nem volt semmi. Amúgy is abban semmi volt, meg csak egy sósz, az egyet egy szuper Magicál csak szólt a többi gól, meg mit én, bla. De nem ezért vagyok itt. De természetesen mondhatok néhányat a 2v2 Touchdownról. A Epic Sunday, jó mondjuk a izé. De volt itt egy ingyen Epic, nyilvánvaló. Na jó, van, most kussolj be. Meg volt még egy Silver Chest, meg persze ilyen ingyenes kártyák voltak, meg Gold is ingyen volt. Jó, mondjuk egyszer volt egy ilyen gemes Goldos, azt nyilván megvásároltam, mert nem volt annyira drága. Az 20 gem volt szerintem, azt meg is vásároltam. Na de nem ezért vagyok itt, hanem azért, mert átérjük egy másik karakterre. Na itt is volnék David karakter a felkelő napklán volt, csak az volt a baj, hogy már megint ez a szar rekorder megállt, csak nem tudom, hogy miért. Itt vannak az ismétlések a betülöknél, meg ilyesmi, innen kezdtem el ennél a résznél, ez az első, és utána a második, harmadik, negyedik, öt meccset megittem, és a rekorder viszont nagy köszönhetően az utolsónál viszont nem megadtam magát. Mert mindenki is akar levideózni, de azért megmutatom nektek az ismétlés az, hogy hogy is történt, más gyorsító üzemmódban. Mert már nem lehet egyszerűen ezzel a rekorderre betíteni. Meg felvenni rendesen. Ott volt a pekkája, hát ezt előre tudni kellett volna. Apa nem sebzett bele. Mert na, nem. Igen. Ilyenkor egy bug volt, és akkor itt eljöttek a globlinok. Most indul az 1 perc. És ilyenkor letettem a executionet. Ő pedig meg nagy észre támadja a izét. Szóval mész ebben ide? Jó, mondjuk azért, mert goblin barát azt akarta, hogy letegyem, de nem jött be. Csak ilyenkor meg én meg a Pekkára nem számítottam. Igen. Ilyenkor nem akartam letenni én se a hogot. Az csak egyet egy lightning-ból, mert kifutott a verdit a izé range-ből. A lightning range-ből. De meg lesz ez, miner és log. Vége. Ennyi. Igen, ez volt az egy nullás. Ez pedig a veresség volt, sajna. Mert Icezárdal mit kezdte volna? Semmivel. Mutatok azért egy vereséget is. Csúnya vereség volt, csúnya! Ez bomba, ez káó volt. Itt is megint pörgetek, igen. Megint jön a Hogrider. Bim. És most tétesz, igen, és akkor ilyenkor jön az Electrozád és az Ice Wizard. Ez a baj. És ilyenkor tegyek le valamit. Az rossz helyre ment az Electrovizárd. Az már kussoljon a háttérben az az értesítés. És
És akkor vártam elixírre. Csak ő már tele volt. Várta, hogy mit tegyek le. Ami nagy, hogy hülyeség volt, de így is belefért neki, hogy nyeljen. Igen, és erre nem szerintem megint az elektrovizát a szarra. Itt megint el vagyok az, és nagyon hokos. Most még egy másfél. Igen, ilyenkor ott a logot. Nem kellett volna, de hát muszáj volt. Hát igen. Jó, az elszűzár. És még ezt se tudtam megállítani. Ennyi. Nem tudtam megállítani sajna. Nem lehetett, mert ott volt az elszűzár. Ez meg draw, ez biztos, hogy nem akarom megmutatni. Itt van egy 1-0-ás és egy 2-1-es. Hát ez az 1-0-ásat, hát agyament. Hát miért Inferno Dragon és Hog Riderre akart menni? És így kezdődött az egész, az, hogy már mindjárt dübegurul, mert azt hiszi azt, hogy elveszti az egészet. És igaza is volt. Igen, itt véletlenül azt hittem, hogy hoppá, de nem kellett volna hoppát mondanom, mert az semmi gondja nem volt annak. Ja, és a Miner viszont meg az Executioner támadta. És utána még bedob Rage-et is. Mikor látja, hogy van Inferno-t áverem. Ennyi, szevasz! Inkább az elektrolizálót raktam le. Mert akkor így nem csebesz többet, max az elektrolizálba. És akkor mennyi, szevasz! Vlog! De még így is ő vezetett. Jó, mondjuk a szintkülönbség az mondjuk nagyobb nála. És azt akarta, hogy mellette támadjon. Pedig meg volt a bowler. Az volt a jó ötlet. De nem oda a másik táv, másik toronyra kellene rárakni. Hát ez mekkora hülye gyerek. Nem tud gondolkodni, inkább esély lejár én a 8-a, kérlek szépen. Ha meg lehet. Én meg Miner. Most mondjuk el, hogy el akarom használni a Miner. Sétálj Miner, sétálj! Még egyet egyes is sem bizony szegény. És megint ezt csinálja, ami nem jön be. Ugyanúgy nem jött be. Na ott van, ott jobb oldalon már, majdnem leszettem. Megint kezdődik. Csak ezúttal most már jobban sikerült neki, mert most már nem jött el az Inferno. Csak én a Minert letettem előbb. És utána Bandit, Hog Rider és Loggal küldtem meg neki. És ott szedte le a Hog Rider. Azt a Princess Tower-t, ennyi.
Aztán meg van egy 2-1-es nyeresség szinte, ami ez volt az utolsó mérkőzés. És neki meg Sparkja is van. Nem tudom, hogy neked van-e Sparky David. Majd megnézem. Lehet, hogy van, vagy lehet, hogy nincs. Hát is most el volt elfogad az elektrobizárdót. Csak ilyenkor nem tudtam, mert nincs execution-e. Nagyon kevés a légjegység. Hát is majdnem leszette azt a tónat. Szóval nincsen izé log. A log van, de arrow-ra például lecserélni, vagy nem tudom. Szóval... Főleg, hogy a Sparky level 2-es. Szevasz, Rogrider level 6-os. Annak is annyi. Siába teszi le a viccset, mikor van elektrovizárdom. De azért a Benditet is letettem azért, hogy deszeljen a Sparkyra. Szevasz, hekkelőmen. És ez volt a baj, hogy itt van az executioner, de nincs elég elixir rá. De a majdnem leszette, ha nem jött volna az elektrovizárd. Csak most nincs elixir rá. És hát nem volt elixir, ez a kosoljon. Megint elfejtettek kérni a izéből a YouTube-ról, és ez meg is van. Csak az a baj, hogy neki is meg lesz. Mert rossz helyre tettem a banditet. Igen. És ez az egyetlen minió még él? Csak hogy, azt nem mondjátok. Akkor kellett letennem ilyenkor a hogot, mert az elterette, és menjetek arra fele, vagy ne menjetek arra fele. Legalább egy-egy sebzett. És utána teszi le a giant-ot. Egyébként majdnem leszett a főtornyot, mert az az egyetlen egy vizátra nem figyelt. A King Tower. De nem szerette le. Hát igen, ez volt a baj, hogy mindjárt nekiindultam, és már Sparky van meg is támadott. Igen. És ilyenkor volt szerintem túl késő. Mert levittem 198-a, az eltró, hát ez nem volt jó, hogy tett meg otthon. És éppen, hogy belefért ebbe a szűk 10 másodpercbe. Mogrider, és az executioner megveszette. 8 másodperc körül lehetett. Elég kemény. Nagyon kemény. Hát akkor én ezzel a videóval búcsúznék is. Remélem, hogy tetszett. Igaz, csak ismétlés, tehát úgymond replayek voltak, de sajnos nem tudom ficserni. A videó felvevő bedöglött, és sajnos nem tudtam rendesen felvenni ez ilyenek, ilyesmiket. És jutottam, hogy inkább bemutatom nektek ezeket az izéket, ezeket a replayeket, és akkor talán, hát úgy mondod azt, hogy nem adjon ki ezek az izék, amiket éppen csatáztam, de éppen, hogy így, hogy a recorder meg önmagától kilépett. De még bemutatom nektek a Touchdown Challenge-et.
Ha esetleg még nem tettem volna meg, mert nem emlékszem rá, de megmutatom nektek. Csak azzá kell lépnem az én karakteremre, a hagyományosra. Igen. Na itt is vonnék a saját karakteremen, és természetesen így a deckem, a Spark is deck, mert nyilván de ó, Isten, hogy adja meg. És természetesen, ha Riot Reach-et kaptam Clanchess-ból, hát szinte minden előfordul, minden legendárius, legendári kártyák itt minden előfordulnak szinte. Én már lehet, én nem hittem volna, hogy azt kapok, én még el, még se kaptam, és most kaptam meg először, halleluja. De én, amit meg akarom mutatni nektek, az a 2v2 touchdown. Hát, hogyha. Na. Akkor adja be. A beadná. Így gyorsítsunk. Úgy az a. Oké. Jó, ott a sülém. Ott volt a bíró. Meg mindent le kell így rakni. És aki nem figyel oda egyetlen egy izére, akkor ott a pont. Tehát, hogyha itten még ha egy ilyen pici kis Skeleton bejut, akkor vége a játéknak, szávasz. Én még egyetlen Skeletonra se tudom figyelni, mert azt hiszik azt, hogy azt le tudja szedni. Ha persze. Itt nincsen korona. Az a nem voltam, itt crash, vagy mi? Tehát itten nem annyira. Aja, jó van, a izékről esik le a pajzsuk a gárcoknak. Akinek van gárca? Ja, nekem volt, ha jól tudom, gárc. Igen, nekem volt gárcom, és akkor azt adtam be. És tehát hogy ha még egyetlen Skeleton, vagy Goblin, vagy bármelyik ilyen pici kis katona bejut, vagy a Dark Goblin, akkor neked annyi. Tehát úgymond hiába akarod, hogy inkább a másik oldalról támadj, hogy az be fog futni, mert nincs torony. Tehát itt nagyon észnék kell lenni ezeknél. Hát, hogyha. Mert persze a golemnél is. Hiába erős, igaz, lassan fut, de bármilyen erős kártya, tehát hogy ma például Hoglider be tud futni előbb-utóbb, mert neki nincsen elixírre. Tehát én is azért választottam inkább a Hogot, mert az gyorsabb és be tud jutni. Nem pedig a gólnevet, tehát miért is a gólnevet? Mert amúgy is az lassabban halad és meg is lehet állítani. A Hoglidert viszont meg annyira gyors, hogy szinte majdnem lehetettem megállítani. Mert persze a Petrő nem, a Petrő nem az mindig OP. Az is szinte befut végig, és akkor kész. Szóval ennyi ez a társadalmas cucc. Meg lehet szokni, de úgymond nagyon, hát nem annyira nehéz, de akkor is oda kell figyelni. Még ha bármilyen pici katona is, akkor is. Na de ez a videó ennyi lett volna, úgyhogy ha tetszett, akkor like és sub, és tudjátok, ez mondtuljon mindenit a like-et, de inkább a feliratkozásért. És majd jövök akkor majd az a videóval, ami az előző szavazáson van, az jobb felső sarokban van, tehát itt. Jó, vagyok, nem itt a videó színén, hanem inkább ott, azon a színén, ott jobb oldalon, ahol megjelenik az a videó, és akkor ott, aki kijelzi azt a részt, ami oda van írva. Tehát nem gondolom, hogy itt van az előző szavazás, rámentek az ikonra, és akkor ott van a videó. De nyilván ott található a legelőző szavazás. Na, legyen szépen a Sziasztok!